Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. A Budafok az első tízbe kerülést jelölte meg célként az MB2-ben. Ehhez képest az együttes veretlenül az élen áll a másodosztályban, úgyhogy az egy az egy mai vendég Erős Gábor a csapat vezetőedzője. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a természetesen kiemelt téma az, hogy minek köszönhető az együttes jó szereplése, de egy picit én szeretném korábbról kezdeni, és arról kérdezni téged, hogy hogyan is kerültél te közel a labdarúgáshoz, és miért lettél futbalista, és aztán miért választottad az edzői szakmát. Először is köszönöm szépen a meghívást focista, nem tudom, amióta az eszemet tudom, mindig csak a labda érdekelt, és 8 évesen az Eto csapatához kerültem, és végül is ott is nevelkedtem, egészen 15, évet, 15 éven keresztül játszottam az Eto-ba, úgyhogy a nevelő egyesületem volt, és a mai napig is ezer szállal kötődöm a klubhoz. Aztán ugye a foci által erre-arra sodort az élet, Ugye az Eto után megfordultam a Honvédba, Pécsen, majd a Ferencvárosba, és a Ferencváros sajnálatos kizárás után ugye kikerültem Görögországba, és ott töltöttem el hat évet, aztán újra visszatértem Magyarországra, és onnan pedig a Gyirmót és a Kisvárda volt az utam, ahol Kisvárdán ugye kilenc évet, nagyon szép évet töltöttem el, és ez a, ez a, ez a nyár volt az a úgymond vízválasztó, amikor elindultam az edzői pályán saját úton, és Budafokra kerültem. Én volt 2006-ban légiósnak állni? Miért hoztad meg akkor ezt a döntést? Ugye Ferenc Ferencvárosból mentél el. Milyen, hogy kell elképzelni az akkori körülményeket a magyar labdarúgással kapcsolatban, és aztán mi az, ami téged Görögországban fogadott? Hát az egy elég mostó időszak volt, úgy gondolom a a magyar labdarúgásban, tehát nem igazán voltak rendben a, a dolgok. Úgyhogy ugye 2006-ban volt a Ferenc a sajnálatos kizárása, és akkor én úgy gondoltam, hogy hogyha Magyarország legnépszerűbb csapata is ilyen, Sajnálatos, vagy ilyen sajnálatos dolog történik, akkor akkor nem nagyon szeretnék. Azon is gondolkodtam, hogy abba hagyom hogy esetleg a focit, vagy tényleg valami alacsonyabb osztályú, akár, akár osztrák csapatot választani. De aztán így a menedzserek által jött egy görög lehetőség, amit megragadtam, elfogadtam, és, és végül is hat évet voltam kint Görögországban úgyhogy játszottam első másodosztályban, tényleg voltak nagyon-nagyon szép élmények, és végül is már, már hat év után, 32 évesen úgy jöttem tényleg haza Magyarországra, hogy szeretnék elindulni az edzői pályán, és egy, egy, kicsit ilyen idézőelbe levezetni már. Úgyhogy így kezdődött ez a, ez a, légiós élet. Nem biztos, hogy ha, ha rendezett körülmények lettek volna, meg rendben lettek volna a dolgok, akkor itthon, hogy, hogy ezt választom de utólag azon kívül persze, hogy a Fradit kizárták, annak abszolút nem, de utólag örülök, hogy, hogy végül is az élet ezt hozta, mert, mert így nyelveket tudtam megtanulni, úgyhogy és mind kiderült, hogy, a, hogy most, meg, most, meg, ezeket mindet tudom kamatoztatni, hiszen ugye kisvállalás, az edzősködésben elég sok légiósunk volt, és, és ugye ezáltal nem volt, nem volt nehéz velük a, a kommunikáció. Mennyire volt nehéz elismertetni magad külföldön magyarként? Tehát milyen volt akkor a magyar labdarúgásnak, a magyar futbalistáknak a megbecsülése? Nem volt egyszerű, az az igazság. Ugye akkor, a, ami most különbség, hogy, hogy, a válogatottunk azért, azért egy zászlós hajó lehet mondani, és most már, most már azért mindenki felkapja rá a fejét. De... se volt egy rossz generáció. De igen, igen, az, az, az tán, igen, azt azért el tudom mondani, hogy, hogy szerintem egy, egy, nagyon jó kis generációnk volt, ugye itt az előbb beszélgettünk róla, tehát a válogatottban, akik csapattársaim voltak, akár a Gerazuli, Hajnal Szabicsimi, mindig számomra nehéz volna beszélni, ugye Isten nyugosztalja, Fehér Miki, Simek Peti, de tényleg rengeteg nevet tudnék sorolni, Lőv Zsolti, Szélesi, Zoli, úgyhogy Halmosi Peti, ők azért, azért ki tudtak kerülni komolyabb helyre, mint, mint nekem sikerült. De, de, de még egyszer mondom, nem volt, nem volt egyszerű, viszont hogyha a teljesítményt tettél az asztalra, és érezték rajta, hogy igenis szeretnél beilleszkedni abba a, abba környezetben, itt akár a nyelv tanulásról is beszélek, hogy, hogy tehát érezték rajtad, hogy te igenis akarsz tenni érte, akkor, akkor, akkor azért hamar elfogadtak, de, de, valójában a, a pályán való teljesítmény az, amivel ki tudod vívni a tiszteletet hogy így felsoroltad a neveket, azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a mai magyar labdarúgás mindannyiótoknak a tudását tulajdonképpen kihasználja, tehát mind ott vagytok azért az MB1, NBA, MB2, a Magyar Labdarúgó Szövetség a válogatott környékén, és ez azért nagyon jó így végig hallgatni. Igen, én is örülök ennek, hogy, hogy ez így van, de, de úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a játékosok azért tettek is le az asztalra, hogy, hogy biztos, hogy lehet tőlük is tanulni, de az is tény, hogy, a, hogy az edzői pálya az, egészen más, mint, mint játékosként, úgyhogy van mit tanulnunk bőven nekünk is, de remélem, hogy jó úton haladunk és, és fogunk tudni segíteni majd a, a, akár a magyar labdarúgásnak, vagy a fiataloknak, úgyhogy én, én nagyon bizakodó vagyok ezen a téren nagyon más kaptál az edzősködéstől, mint amit elterveztél, vagy mint amit úgy elképzeltél? Teljesen. Miért? Hát, hát azt mondják ugye, hogy amikor befejezed a, a, játékos pályafutást, és akkor átállsz a sötét oldalra, te ezt így viccesen szokták mondani, de, de igaz, tehát de nagyon nagy különbség ez. Mikor játékos vagy, nem gondolkodsz azokon a dolgokon, amin az edzőnek kötelező, és nap mint nap, hanem elvégzel a dolgodat, megcsinálod az edzésedet, mész előtte, tehát hogyha ha, ha profin viselkedsz, akkor szépen felkészülsz erre, úgyhogy viszont az edzőnek azért, azért az edzés előtt, az edzés után a meccseken, tehát rengeteg olyan dolog van, amit, 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 a játékos nem is gondolna, hogy mennyi mindennel kell, kell foglalkozni, már abban az esetben, hogyha ténylegesen felkészült akarsz lenni, akár az ellenfelekből, akár az edzésekre, úgyhogy hogy azért ebben van bőségesen háttérmunka, és ha sokan azt gondolják, hogy na most megtartasz egy edzést, és utána, utána akkor vége, hát az, azért az edzés közés az, az nem, nem, erről szól. Miért akartál edző lenni egyébként? mikor fogalmazódott meg benned az, hogy, hogy ehhez esetleg van érzéked? Nem tudom, amikor én így a pályafutás vége fele jártam, akkor, akkor engem már nagyon-nagyon érdekelt de, de elsősorban gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, és ott is kezdtem el. Tehát én még, még aktív játékos voltam, amikor már volt gyerekcsapatom, és közben volt, hogy lejátszottuk a meccset, és utána másnap megmentünk Bozsik tornára a gyerekekkel. Úgyhogy én, én bíztam benne, hogy azt a, azt a, azt a tudást, amit az évek alatt sikerült megszerezni, meg azt a tapasztalatot, azt, azt esetleg tudom majd a, a, gyerekeknél kamatoztatni és esetleg segíteni őket, és abszolút nem nagyképűen vagy nagyképűségből mondani, de, de talán azért, azért meg is tudjuk mutatni akár egy-egy átvételt, egy, egy kapuralövést, egy cselt, ami, ami, ami szerintem fontos a gyerekeknél, hogy, hogy azért, azért, hiteles legyél, és, és ez volt az, ami engem, engem motivált és elindított ezen, a, ezen az úton, ugye van két saját gyerkőc is, a, akik mellett meg ugye azt gondolom, hogy a, hogy a pedagógiáját is, is, tanulja az ember, és ez, 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 a gyerekeknél én úgy gondolom, hogy hatványozottan fontos. A tanulási folyamatban egyébként konkrétan a papírokkal most, most hol tartasz? Jelen pillanatban én a licences vagyok, és nagyon bízom benne, hogy a következő pro licences majd, majd fel fognak venni, úgyhogy mert ugye ez, ez, jelen pillanatban azt jelenti, hogy a, hogy a másodosztályban tehát lehetek, lehetek vezetőedző is, és természetesen alatta mindenféle osztályban is, és gyerekekkel is bármilyen korcsoportban tudnék foglalkozni, de természetesen szeretnék én is továbbfejlődni, fejlődni, és, és majd bízom benne, hogy, hogy egyszer lesz egy olyan lehetőség, amikor, amikor ténylegesen vezetőedzőként, 1 egybe is kipróbálhatom majd magam. Azért ez a próba, ez végül is Kisvárdán megtörtént, hiszen voltál megbízott szakvezető, és ez egy nagyon sikeres időszak volt, hiszen a második helyen zárt abban a szezonban a csapat, meg hát azóta is azért tulajdonképpen folyamatosan ott van az élmezőnyben, és erőn felül teljesít. Mennyire nehéz, vagy mennyire volt nehéz Révész Attilával együtt dolgozni, ez legendák keringenek vele kapcsolatban a Igen, átúban. hát ez egy, igen, ez mindig egy érdekes kérdés, egy érdekes téma, nem könnyű természetesen vele dolgozni, de, de én a kilenc év alatt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. El kell fogadni olyannak, amilyen, tehát a stílusa azért az, 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 az sokszor tényleg tehát nehéz, viszont, viszont ahogy az előbb említettem, elképesztő sokat lehet tanulni tőle és ez mindenben, ez, ez legyen, legyen a pszichológia terén, lehet a, 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 taktikai dolgok terén, tehát ő az, amit, amit felépített ott Kisvárdán, én, azt gondolom, hogy az előtt mindenki megemeli a kalapját, hiszen egy, egy kisvárosnak a csapatát első osztályig és, és, a második helyig tudta valamilyen szinten kormányozni, és ráadásul a, csapat a konferencia ligában is, is azt mondom, hogy nagyon szépen megállta a helyét, tehát ahonnan indult ez a kis csapat, és ahova eljutottam, ő neki azért nagyon komoly érdemei vannak. Viszont igen, azt a, azt a, azt a fajta stílust meg, meg, el kell viselni. Én, én, én úgy érzem, hogy kiártam ott azt a, azt a ranglétrát, ott végigjártam szépen a, a lépcsőfokokat, és, és, pont ez volt az, ami, ami, számomra tehát meghozta azt, hogy, hogy, hogy szeretnék most már saját úton elindulni, mert, 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 úgy éreztem, hogy, hogy tényleg az élek folyamán a rengeteg edző mellett is, tehát itt nem csak a, a, a gondolok, hanem a, a, az ott dolgozó edzőktől és akiktől, akiktől, rengeteget lehetett tanulni, és eljutottam arra a szintre, amikor, amikor úgy éreztem, hogy igen, megpróbálhatom egyedül is, és, és, elindulnék egy, egy saját úton, és ott majd kiderült ténylegesen, hogy valójában ez most, Működik, vagy, vagy, vagy nem működik? Hát mindenről is beszélünk, úgy tűnik, hogy egyelőre ez nagyon-nagyon jól működik. Még csak annyiban uh, térjünk vissza Kisvárdára, hogy uh, sokszor éri ezt a klubot kritika, hogy tulajdonképpen szükség van erre, rájuk az mb 1 ben Van -e erre esetleg házon belülről neked valamilyen válaszod, vagy meg tudod védeni ilyen szempontból a korábbi állomás helyedet? Én azt tudom mondani, hogy tehát ez nehéz kérdés, és meg is értem azokat az embereket, akik, akik ugye arról beszélnek, hogy a, a vidéki fellegvárak ö, hiányoznak a magyar fociból, amivel én is maximálisan egyetértek. Akár érke. ugye a te korábbi állomáséért említetted György Pécset. György Pécs, így van, tehát ez, ez, ez tény, és, és én is azt gondolom, hogy, hogy ezekre, a, ezekre a csapatokra szükség van, hiszen ezek tradicionális, nagymúltú csapatok, de mellette tényleg minden tisztelettel azt tudom mondani, hogy viszont nincsen megtiltva senkinek sem, hogy hogy megnyerjék az MB2-t és feljussanak, tehát azért a, a, kisfárdáról azt tudni kell, hogy nem ajándékba kapta, a kisfárda az második helyen végzett az MTK mögött is feljutott az első osztályba, és most már a hatodik évét tölti el ott, úgyhogy hogy nagyon komoly, nagymúltú csapatok, akár budapesti csapatok is, pedig Föl le, igen, tehát főle jönnek igazából, tehát lifteznek, és, és ezt viszont, ez viszont a, a, a kisvárdát dicséri. Tehát ugyanúgy, ha, ha úgy végezne az eredmények, akkor akkor kiesne a kisvárda, vagy ha nem ott végzett volna a másiken, akkor nem jutott volna fel. Tehát még egyszer hangsúlyozom ezt ezt nem ajándékba kapta a kisvárd, és mögött egy nagyon-nagyon komoly felépített munka van. MB3-ból indult el az a, az a, kis csapat, az a kisváros csapata, és eljutott a konferencia És én nagyon kívánom, én lennék az egyik legboldogabb, bár most ugye ebben az évben ellenfelünk, de én ezt mindig mondom nekem, az etó az ott van, és én, én a legboldogabb lennék a világon, hogy az eto újra azokba a fényekbe tündökölve látnánk, ami, ami annó, ahol amikor az én gyerekkoromban, ahol felnőttem, ahol Szentes Lázár Szabótó, a Gyula tehát az álmomból felébresztenek és felsorolnám a, azt a csapatot, úgyhogy én lennék a legboldogabb, és mindig hangsúlyozom, hogy az én kisfiam, kisebbik fiam tíz éves, és még még NBA egyeset ott sem látott. Tehát nem hogy bajnokot, meg az európai porondon tündöklőt, hanem, hanem még bajn vagy még NBA sem látott, de ezt is hangsúlyozom, hogy nem volt megtiltva viszont az etónak, hogy ami után megtörtént ez a sajnálatos kizárás ott is, hogy, hogy visszakerüljön az NB1-be, ami előfordult, hogy ebbe az évben majd sikerülni fog, de addig még elég sok víz le fog folyni a Dunán, tehát azért ezt, ezt kimondani az ötödik forduló után, hogy egyik csapat ez legyen akármelyik biztosan feljutó, azt szerintem, azt szerintem nem lehet. Az első dolgod volt megnézni, mikor megtörtént a sorsolás, hogy mikor is utaztok majd Győrbe? Igen, azért azt, azt, figyelemmel követtem, tehát azért vannak azok a csapatok, ahol, ahol ugye megfordultam, azokat mindig azért én is különösebb figyelemmel követem, de itt mondhatnám ugye a Gyirmótot és a Pécset is, azért, azért ők is közel állnak a, a szívemhez, viszont a, ahogy az előbb elmondtam, tehát nekem az etó jelenti az otthont, Nekem győr, győr marad mindig, meg lesz is az a város, ahol, ahol majd idővel szeretnék tényleg folyamatosan élni, ugye a család, család ők, ők ott laknak a mai napig, úgyhogy tehát az Eto az egy, az, egy, az egy különös hely a szívemben, tehát az, az, az mindig más lesz, mint, mint akármelyik másik csapatról, ha beszélünk. De hát most ide a főváros környékére köt téged a munkád, és hát eddig hatalmas meglepetés a Budafok teljesítménye, legalábbis így külső szemben neked is meglepetés, vagy mi felkészülés alatt ez már érlelődött, hogy itt akár csodákra is képes lehet ez a kis Nagyon őszintén leszek, ugye mikor ide kerültem Budafokra, természetesen egy edző bízik a csapatában, de mikor megláttuk a sorsolást azért, tehát ugye a Vasas otthonában kezdtünk, aztán a tavalyi harmadik helyezett Ajka érkezett hozzánk, majd azért mindig úgy gondolom, hogy egy, egy, egy komoly erőt képviselő csapat, a Gyirmut otthonába kellett látogatni, és bármennyire is bizokodó voltam, azért picikét vakartam, őszinte leszek a, a, a fejemet én is, hogy azért ez nem lesz egyszerű egy, egy, egy új csapattal, hiszen rengeteg távozó volt, de így utólag, meg, meg nagyon boldog vagyok, hogy ez a sorsolás így alakult, hiszen tényleg öt forduló után veretlenek vagyunk, és jelen pillanatban vezetjük a, a tabellát, viszont ez csak egy állapot. Tehát azért, azért öt forduló után nagyon nehéz lenne kijelenteni, meg nem is szeretnénk, és sem a csapatra nem szeretnénk olyan külön terhet tenni. Ahogy említetted, az volt a cél, és a mai napig is az a cél, hogy, hogy az első tízben végezzen a csapat, és ezen belül megpróbáljuk a, a lehető legjobb helyezést elérni, és azért természetesen a ha határa csillagos ég, hogyha ha ugyanódna, akkor borzasztó boldogok lennénk, ha, ha, arról kellene a végén beszélni, hogy esetleg a, a Budafok oda került, hogy, hogy esetleg a, a feljutás is szóba jöhet. Milyen futballt játszik a Budafok? Mi a te filozófiád, amit szeretnél megvalósítani? Ugye Kisvárdán azért alapvetően a, a szép támadó focit kedveltétek, kedvelitek. Szeretnéd ezt továbbvinni, de gondolom, hogy azért az MB2 ilyen szempontból egy speciális területet alkalmazkodni kell a liga sajátosságaihoz. Igen, Igen szeretnék persze, természetesen én is támadó focit játszani, de most mondom ezt, hogy szeretnénk támadó focit játszani, és eddig öt meccsből egy gólt kaptunk. És veretlen a hát csapat. Valójában a, a védekezésünk győzezni. van, azt gondolom, hogy, hogy aránylag, aránylag, rendben. Úgyhogy viszont én, én azt gondolom, hogy építkezni úgy lehet. Tehát először, először rendbe tenni a csapatnak a védekezését, amit, amit szeretné, és onnan folyamatosan szeretnénk tovább lépni majd, én bízom benne, hogy el fogunk tudni jutni arra a szintre, amikor, amikor ténylegesen, aki a Budafok mérkőzését látja, akkor egy, egy, egy attraktív támadó játékot képviselő csapatot fog majd látni, de azért ez, 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 hosszú idő. Ugye mondtam a srácoknak, hogy, hogy mindig kell elénk tenni valami célt, amit, amit szeretnénk majd elérni, és én azt mondtam, hogy például egy 2 0 vezetésnél, akkor leszek igazán boldog, amikor, amikor élvezik majd a játékosok a játékot, nálunk van a labda sokkal többet, és akkor nem az, hogy egy nagyon szép, stabil védekezésből gyönyörű szépen lehozzuk a mérkőzést, hanem amit a közönség is tud esetleg élvezni, ahol esetleg passzok után lehet olézni, de, de ez, ez azért még, még, még messze van, úgyhogy jó úton haladunk, a srácok vevők arra, vevők arra, arra a fajta, akár az edzésmunkáról, arra a filozófiára, amit mi a, a fociról, és nem csak magamról beszélek, hanem természetesen a stábról, hiszen ők nagyon-nagyon fontos ö, része ugyanúgy a csapatnak, tehát én, én soha nem azt mondom, hogy ez az én nem egyedül dolgozom, hanem nem, abszolút nem, hanem stábba dolgozom, stábbal, és, ö, és az ő véleményük is nagyon sokat számít, Úgyhogy tehát ez egy közös munka, és a srácok vevők arra, amit, amit mi eddig próbálunk átadni feléjük, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy idáig eredményen is párosult, és ezáltal egy kicsit könnyebb azért a, a, srácoknak elhitetni, hogy ez, amit mi szeretnénk, ez valójában jó, hiszen mikor látják, és, és tényleg meccs után tudunk örülni, vagy lehet, hogy csak egy hétig tart, de akkor is ránézni a tabellára, és ott van, hogy a budafok az elsően, az egy nagyon-nagyon az jó érzés, és a, a jó dolgoknak meg szerintem örülni kell, tudni kell örülni, kell így mondanám. Az előző idényben a kecskemét volt az, amely először nagyon óvatosan fogalmazott, aztán a szezon meglepetés csapata lett, inspirációként mondjuk eszedbe jut, hogy esetleg valami hasonlót véghez vigyetek az MB2-ben? Legyen így, és a kecskemét előtt is le a kalappal, ugye, amit a, tavai tavalyi szezonban véghez vittek, de én úgy gondolom, hogy idén sem lesz rossz csapat a kecskemét, tehát nem gondolnám, hogy nekik kiesési problémáik lennének az eddig látottak alapján. Bízom benne, hogy esetleg a Budafok esetében is beszélhetünk majd egy, majd egy ilyenről. Nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha, hogyha, a szezon végén, de nem is az, hogyha a feljutás, hanem tényleg a csapatot tudna lenni az első öt vagy hat helyezet között. Én, én azt már, azt már egy, egy, egy komoly sikerként könyvelném el. Úgyhogy meglátjuk, de Kisvárda is hasonló volt, tehát hozzáteszem, tehát Kisvárda is ahogy szépen építkezett, és, és az elején még még talán mondhatom, hogy kevésbé vették komolyan a csapatot, de amikor már ott a vége fel, ott ott voltunk folyamatosan a, a dobogón, talán azt hiszem, hogy a tavalyi, vagy a tavaly előtti év, amikor máskak lettük, akkor egyetlen egy pillanatra sem mozdult ki a csapat az első háromból. Úgyhogy az egy nagyon komoly teljesítmény, de ott, ott éreztem már, hogy olyan fél évnél, fél távnál kezdték már mondani a, 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 szakértők, hogy, hogy, hogy a kisvárdával komolyan számolni kell, és, és ténylegesen odaérhet a, a, az első háromba, ami szerencsére így is lett. Úgyhogy tehát visszakanyarodva a Budafokhoz, nagyon bízom benne, hogy, hogy esetleg egy ilyen, ilyenről beszélhetünk majd az év végén. Milyen őrültségre lennél képes, ha a Győr és a Budafok jutna fel az első osztályba? Kompasztra nyíron a hajat, befested rózsaszínre. Nem tudom, ha ez így lenne, akkor nagyon őszinte bármire. Nem tudom, majd a, majd a csapattal beszélünk erről, de nem tudom, bármire, bungee jumping az még, nem tudom, pedig nem vagyok egy magaslaton, nem érzem annyira jól magam, már nem a tabellára beszélek, hanem ha fent, fent, vagyunk tényleg magasan, nem tudom, bármit bevállalnék azért, hogy ez, ez Tehát ez, nem ez így az, az öltöző haja, és kellő motivációt jelent majd. <laughs> igen, igen, majd a srácok kitalálnak valamit, és ha úgy lesz, akkor, akkor tényleg fogom teljesíteni, de szerintem erről még nagyon korai beszélni, úgyhogy, úgyhogy várjuk meg a végét. Minden esetre szívből gratulálunk az eddigi teljesítményetekhez, és egy sikeres folytatást. Köszönjük szépen, szépen, hogy én eljöttél hozzánk! Köszönöm a kívást még egyszer. Az egy az egy ezzel véget ért. Tehát kövessetek bennünket, figyeljétek az MB 1hu pont iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra. Aztán majd jön a következő beszélgetés, mindenkinek minden jót, sziasztok!